A döbbenetes hír január 2-án 9:30 derült ki. Az első hírek szerint Jimmy utolszilveszteri mulatságot tartott Csepeli otthonában. Aztán egy külső körülmény hatására előkerült az egyébként engedéllyel tartott önvédelmi fegyvere, amely véletlenül elsült. Ennyi alkoholos befolyásoltság állapotában volt, ez igaz. Ma este? Szüke baráti társasággal töltötték az estét, természetesen egy-két pohár pezsgőt fogyasztottak, de én Jimmyt nem láttam, tehát az ő állapotára nyilatkozni nem tudok, viszont azt tudom elmondani, hogy a többiek, akikkel én találkoztam, azok tényleg enyhén alkoholosak, illetve az üvegek számából, pezsgős üvegek számából tudok következtetni. A hihetetlen hír egyre több rajongót csalt a sztárháza elé. Estére pedig már mindenki okosabb lett. A híradásokban és a hivatalos közleményekben az állt, hogy Jimmyék, a társaság hajnalig beszélgetett. A gyászolók és azok a szomszédok, akik fültanúi voltak az eseményeknek, már tudni vélték, hogy a külső, zavaró körülmény, amely kiváltotta a tragédiát, a szomszéd kakas kukorékolása volt. A szomszédok állítása szerint ezek után 5 lövés dördült el. Még ezen a napon kiderült, hogy egy gázpisztolyból is lőttek. Az öngyilkosságról szóló teóriák egyre inkább megdőltek. Azért vagy itt pontosan órák óta, mert nem hitted el, meg akartál győződni róla? Igen, meg szerettem volna Sebastian találkozni, mert őt is a legjobban, osztálytársam volt, és hogy beszélni vele, hogy tényleg megtörtént-e. Január 4-én a család bejelentette, hogy Zambó Jimmyt bárki elkísérheti utolsó útjára. A 4 kilométeres gyászmenetet nem zavarhatták meg erekjárusok. A temetést hétvégére tervezték, hogy minél több ember vehessen részt rajta. Eközben a munkások már készítették a csepeli temető legnagyobb nyughelyét. A magyar popsztár tragédiájával nem csak a magyar sajtó foglalkozott. Többek között a CNN és a BBC is beszámolt a nemzetközileg is elismert művész halálhíréről. Január 5-ére biztossá vált, hogy a sztár saját maga húzta meg a ravaszt. A példátlanul gyorsan elkészített mostani jelentés legalábbis ezt támasztotta alá. Egyértelműen kizárható az idegenkezőség, vagyis a gyilkosság, illetve a boncolás és a szakértői vélemény alátámasztja maximálisan azokat az információkat és adatokat, amelyekkel eddig is mi bírtunk, hogy véletlen baleset történt. Még ezen a napon napvilágot látott az a hír, hogy a sztárhaja eltűnt a kórházban. De később kiderült, hogy ez csupán vaklárma volt. Január 8-án Zambó Jimmy özvegye nyilatkozott az egyik napilapnak. Edith asszony azt állította, hogy 5 helyet 4 lövést adtak le azon az éjszakán. Ebből 2 a gázpisztolyból dördült el. Jimmy miután kivette a tárat a berettából, a fejéhez tartotta a pisztolyt, ami elsült. A család és a barátok a mai napig kizárják a szándékosságot. Én tegnap este beszéltem a Zambó Jimmyvel, több SMS üzenetet váltottunk. Nyoma sem volt a legkisebb mértékben sem, hogy neki bármiféle lelki problémája lett volna. A király halálának körülményei az egész országot foglalkoztatták, és foglalkoztatják még ma is. Ez az a téma, amely az olvasóinkat a legjobban érdekli. Ennek a témának adjuk a legjobb helyet alapban, ez a téma kapja a legtöbb felületet alapban, és ez az, aminek érdekében bevetünk minden rendelkezésünkre álló szakmai erőt is. Jimmy halálát a sajtó munkatársai Diana hercegnő tragédiájával hasonlítják össze. Ha újság címlapra kerül, vagy a TV főműsoridőben foglalkozik vele, biztos, hogy rekordnézettséget vagy olvasottságon dönt újra és újra. Tudtuk, hogy nagy a versenyfutás a többi lappal, tudtuk, hogy nekünk győznünk kell és a legjobbnak kell lenni, ezért a teljes fotórovatot és mindenkit ráállítottunk erre. Jimmy háza előtt még mostanában sem lehet lépni a virágoktól. Az épület a rajongók számára olyan zarándok helyé vált, mint 9 évvel ezelőtt Freddie Mercury londoni háza. Az időközben elkészült boncolási jegyzőkönyv szerint is kizárható, hogy az énekes öngyilkosságot követett volna el. A rendőrség a fegyvert még vizsgálja. Azonban bármi is legyen a nyomozás vége, a rajongók örökre elvesztették szeretett királyukat. Reggel 9 órakor átlagos a forgalom a főváros pályaudvarain. Nem érkeznek feldíszített, zsúfolásig telt vagonok a különleges gyászszertartásra. Akik most érkeznek, már biztos késő jövők lennének ugyanis. A vidéki városokból már hajnalban elindultak a rajongókat szállító külön buszok, hogy délelőtre már a fővárosba érjenek. Nem, mi szerettük. Voltunk koncertjén is, többször Pécsen. Szerettük tényleg, nem csak kíváncsiságban jöttünk el.
Ez az autóbusz Pécsről indult reggel 6-kor. A gyászoló rajongók ütközben az énekes leghíresebb dalait hallgatták. A csepeli templom környékén már a délelőtti órákban több ezres tömeg vár. Az énekes ravatalánál néma csendben várják, hogy jobb híján az óriás kivetítőn nézhessék végig a családi és szűk baráti körben megtartandó gyászszertartást. Mások azonban már most ott állnak a temető kerítésénél. Ők nem tartanak majd a koporsót szállító hintót kísérő tömeggel, nem bízzák a véletlenre, a legjobb helyeket stoppolják. Már 10 órától itt állunk. 10 órától már itt állunk. Igen. 10 órától, hogy kapjuk. Jó, ide jutottunk, mert ott álltunk elég a kapjuk. Ott álltunk, ott mondom, gyerünk ide. Szavaki járunk, Lévai járás. És hogyan érkeztek? Éjfélkor voltunk itt, tegnap éjfélkor, és aztán találtunk egy lakást. Ott aludtunk, és 6 órakor indultunk ki, úgyhogy 8-ra ide értünk. Ugyaninnen érkeztek mások is. Ők alig, ha nem az idejutás legkülönlegesebb módját választották. Csak annyi Szlovákiából vagyunk. Honnan? Lévai járás. Szintén már vannak arrébb is. Lévai járásból is válasz. Nem. Mind 8-an. Mind 8-an taxival jöttünk. Taxival Szlovákiából? Nem mondjuk, hanem mennyire kell. Nem számít. Nem számít. Csak az, hogy minden megér. Ezek természetesen még a várakozás pillanatai. Órák is eltelnek még, mire a menet egyáltalán útjára indul. Közben a Csepelre vezető főúton kisebb fajta káosz alakul ki. Zámbó Jimmy családtagjai és legszűkebb baráti köre szervezik újra a konvojt. Az egyik autóban Szabó Gyula színművész még beszédjét próbálja, a kiválasztott verset olvassa át gyakorlásképp. Csorra elmennek a kollégák, társadalmi, a korosztály. Még némi pontosítás és a VIP konvoj újból útra kell. Az énekes ravatalához tartanak. Déli 12 óra előtt néhány perccel a legszűkebb gyászoló közönség a templomba lép, a szertartás kezdetét veszi. Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, irgalmasz! Prodán Gábor lelkész búcsúztatta a tragikus körülmények közt elhunyt művészt. És most, Imre testvérünk, innen a ravatalról tanít bennünket, hogy ember, ha most ő meg tudna szólalni, biztos ezt mondaná. Ember, figyelj jobban, véd társadat jobban és önmagadat. A gyászban osztoztak Csepel polgárai is. Jimmy ugyanis a sikerek után sem hagyta ott a kerületet. Tóth Mihály Csepel polgármestere az ő nevükben búcsúzott a királytól. Zámbó Jimmy jelenlétének a hiánya, a hiány miatt érzett fájdalom azonban csak lassan fog enyhülni. Tudom, a csepeliekkel együtt lélekben ma milliók búcsúznak el tőle. Legyen vigasz, hogy emlékét ugyanezek a milliók megőrzik, dalaink velünk maradnak. A templomban a hozzátartozók mellett számos ismert barát, zenésztárs és együttesének tagjai is eljöttek. A könnyűzenei szakma nevében Kozsó mondott gyászbeszédet. Ők ketten ugyanis már 10 éve ugyanannál a lemezkiadónál dolgoztak. Meghajtom a fejem ravatalod előtt, Jimmy. Mert csodálom azt a fantasztikus tehetséget és kitartást, amelyel hosszú évek fáradtságos munkája után a csúcsra emelkedtél, hogy most már ott is maradj. Mindörökre. A gyászszertartás talán legmeghatóbb pillanataiban Bánki Árpád gyász üzenete hangzott fel, amelyben Jimmy köszönt el azoktól, akik legközelebb álltak hozzá. A családtagoknak most utoljára a Csillagokon túlról szólt az üzenet. Búcsúzni tőletek, imádott családom, sohasem szerettem. De a sors úgy akarta, hogy most mégis megtegyem. A búcsú szavai először az énekes édesanyjához szóltak. Bocsáss meg, ha néha engedetlen voltam, és bánatot okoztam. Mindig te voltál a legfontosabb nékem. Jó és bal sorsban. Aztán a hűséges társhoz, Edith asszonyhoz szóltak a sorok. Tőled is búcsúznom kell. Hűséges Edith. Drága, jó feleségem, erős asszony voltál mindig. Én veled maradok minden szívverésben. Bár hűvösebbek lesznek az éjszakák,
és ridegek a nappalok, de tudnod kell, itt fönn a csillagok közt vigyázom majd sorsotok. A sort a legszebb csillagok a négy fiú gyermek folytatta. Tudom, hogy drága anyátok távol létemben is becsülettel nevelt titeket. Tudom, sokat voltam távol, de szívemben mindig velem voltatok. Mint ahogy most is velem vagytok. Ide át. A csillagok közt. Mint legszebb csillagok. A gyerekek után sorra megszólították a család tagjait, a zenésztársak és a rajongók következtek. Végül pedig egy másik vers magát a királyt búcsúztatta el. Csillagoknak távolából üstökösként jött közénk. Csillagfényét önmagából bőkezűen szórta szét. Egy óra után néhány perccel már a szertartás utolsó pillanatai következtek. Aztán elfogytak a szavak és újból megkondultak a harangok. És egy időre újból a néma gyász percei következtek. Közben a csepeli köztemetőben a koporsó sírba helyezésének előkészületei folynak. Több százan várakoztak már a kerítésen kívül, hogy mikor a gyászmenet a temetőhöz ér, a lehető legjobb helyről követhessék az eseményeket. Közben telefonon tartjuk az ottaniakkal kapcsolatot, ott azt mondták, hogy nagyon nagy tömeg várható ide, úgyhogy reméljük itt nem nyomnak minket össze. Foglal helyet másoknak és a később érkezik? Igen. Várjuk őket, és akkor megpróbáljuk, ha a tömegbe engedi őket ide közelbe. Bízunk benne, hogy még ők is látnak valamit innen. Fél kettő tájban lassan a gyászolók között utolsó útjára indult a királyi koporsó. Mögötte pedig a család, a barátok és a rajongók ezrei kísérték el a sztárt a végső nyughely felé. A csepeli görög-katolikus templomba csak a családtagok és a meghívottak léphettek be, összesen 150-en. Azok, akik arra vártak, hogy Zámbó Dzsimit elkísérjék utolsó útjára, a környező utcákban várakoztak. A csepeli Szentlélek templom mögött a rajongók ezen a monitoron figyelhették a szertartást. Nem sokkal egy óra előtt megérkezett a feldíszített lovashintó, mely a temetőhöz vezető 4 kilométeres úton viszi a királyt egy egyszerű fekete koporsóban. Közben a ravatal mellett elhelyezett különleges koszorúkat kihozták a templomból. Volt, amelyik az énekes nevének kezdőbetűjét ábrázolta, és voltak koronaformájú virágkoszorúk is. Negyed kettő után néhány perccel megkezdődhettek a király utolsó útjának végső előkészületei. A gyászmenet végül olyan gyorsan indult meg, hogy a zenész édesanyját szállító Mercedes eleinte egy kicsit hátra maradt, elé pedig több száz rajongó zsúfolódott be. Zámbó Dzsimit több ezren kísérték ki a csepeli temetőbe. Egy olyan embert veszítettünk el, szívből, ő minden a szívből adott az embereknek, és sok embernek vigaszt nyújtott azzal, hogy a dalaival, tehát örömet szerzett vele, nem tudom mostan így szavakba foglalni sajnos. Én nem mondtam egy koncertjén se, de nagyon szerettem. Sajnos nem tudtunk eljutni a koncertjére, de a temetésére minden zokszó nélkül jöttünk. Figyelj!
templomi gyászszertartás alatt a család egyik barátja, Bánki Árpád búcsúzott el Zámbó Jimmy nevében a családtagoktól, barátoktól, kollégáktól, és természetesen mindenkitől, aki szerette az elhunytat. Hozzátok és búcsút intek, kik hűséges rajongóim vagytok, és oly lelkes közönségem. Mikor nektek daloltam, végtelenül nagy öröm volt nékem. Velem van most is minden szerető jó kívánságotok, mint ki nem alvó fényözöm. A menetet a templomtól a temetőig emberek sorfala vette körül. Volt, aki saját házára mászott fel, hogy jobban lásson. Rengetegen fényképezték, és sokan vették videóra a gyászmenetet. Nagyon szerettük a hangját, nagyon szerettük őt is. Azért sírtam. Ismerte a kislányom a fiát is, fiam meg a fiát, egyidősek, úgyhogy... És azért... És nagyon szerettem a számait. Nagyon sajnálom a zenész urat, ugyan én nem itt élek, Kanadában élek, de ismerjük a számait, a 13 éves unokám most volt itthon, és vitt kazettát, képet, mindent, úgyhogy azért ismertük őtet, és hát sajnálom, most itthon vagyok per pillanat. Tegnap is kint voltam, és 4,5 órát itt álltam kint, a tiszteletet megadtam neki. A menetet rengeteg testőr és biztonsági ember kísérte, elől és hátul pedig rendőrautók biztosították. Két mentőautó is ott volt, bár a gyászmenet alatt munkanélkül maradtak. Mindössze egy alkalommal kellett ellátni egy rajongót, aki mióta felravatolozták Zámbó Jimmyt, szinte alig mozdult el a templom közeléből. Az Európa Mentőszolgálattól vettünk részt karitatíve, egyrészt a művész úr iránti érzett tiszteletünkből, másrészt bizonyos körök felkértek minket, hogy vegyünk ezen részt. Egyetlen rosszul létes esetünk volt, egy kimerült középkorú hölgynek az ellátását végeztük el. Gyászmenetet az emberek után egy vidéki rajongókat szállító mikrobusz zárta, igyekezett a közelben maradni, nehogy elveszítse az utasait. A csoportomat kísérem, nagykörösről jöttünk, ilyen 16 fővel, hát Jimmy rajongókkal, és most megyünk a temetőbe, és utána fölveszem a csapatot, és megyünk haza. Sokan nem győzték kivárni, míg a menet megérkezik a temetőhöz, ezért kerülő utakon előre mentek. Itt a környező utcákban is rengetegen figyelték a király koporsóját és a gyászolókat. Már csak néhány perc és a hírek szerint a köztemetőhöz ér a koporsót szállító hintó és az azt követő gyászmenet. A biztonsági embereket a kordonok elé vezénylik, mindenki elfoglalja majdani helyét, ezek már valóban az utolsó másodpercek. Izgalom, hát természetesen jó, hogy ennyi ember előtt még nem csináltuk. Tehát itt elég sokan vagyunk ahhoz, hogy jó, hát az, hogy a rutinunk az már megvan, de ennyi ember előtt azért még mégiscsak
kicsit rosszabb. A temető fölött cirkáló helikopterek zaja mindent túlharsog, fotósok és tévéstábok ölik egymást a jobb pozíciókért. A rendőr és mentőautók után pedig befordul az üveghintó, rajta Zambó Jimmy rózsákkal díszített ébenfekete koporsója. Kizárólag a család és a néhai barátok lehetnek ekkor jelen. A tragédia legalábbis itt a temetőben láthatólag az énekes nővérét viselte meg a legjobban. A Jimmy által csak babának becézett testvér nem tudta visszafojtani keserves fájdalmát. A koporsót a kriptához emelik, hatan segédkeznek a legdrámai pillanatoknál. Zambó Jimmy földi maradványai ezekben a másodpercekben kerülnek a családi kripta egyetlen sírhelyére. Bor és hamu vagyó ember, Isten parancsa szerint ismét a földbe tér vissza testvérünk örök emléknéket. Lepecsételtetik ez a sír. Az atyának és fiúnak és szent életnek nevében. Amen. Krisztusunk második ebben a pillanatban 2500 fehér galamb röpül fel a kripta mellől, Zambó Jimmy kiadója kérésére. A felszálló madarak az énekes lelkét szimbolizálják. És holtak fölött uralkodó Krisztus igaz Istenünk. Az énekes két nagyobb fia, Sebastian és Krisztián szavak nélkül, néma fájdalommal búcsúzik az édesapjától. Az énekes öccse Árpád a sírba helyezés közben a biztonsági őröket kéri meg, hogy az egyik gyászolót vezessék ki a temetőből. Az énekes menedzsere még a szertartás vége előtt elhagyja a csepeli köztemetőt. Fogadják őszinte részvétünket. Itt van a mimicikénk. Jaj, Istenem.
Az eddig fájdalmát nyilvánosan mindig erősen viselő özvegy ezekben a pillanatokban már nem tudja visszatartani könnyeit. Miután a koporsó a kriptába kerül, keserves sírásra fakad. Ezek pedig már a szertartás utolsó pillanatai. A kripta fedele a helyére kerül, az odaszállított koszorúkat elhelyezik a síron. A szigorú biztonsági óvintézkedések mellett elvonul a gyászoló család, hogy mostantól az énekes rajongói róhassák le kegyeletüket a sírnál. Nekem nem olyan volt, mint Jimmy. Nekem hazajött, apuci volt, leült, ettünk, beszélgettünk, és akkor teljesen kitörlődött az, hogy énekes. Úgy egy hétköznapi ember, itt leültünk, és ennyi. Buszírgatott elég sokat, meg öregetett, hogy ne sírják is, fiam, és nincs semmi baj. Szóval nagyon aranyos volt. Nagyon sokat mesélt nekem, mint minden. Volt egyszer egy olyan, amikor így megvettük egy ilyen 20 lóerős kis motorcsónakot. Az akkor még nagyon nagy szám volt, nagyon gyorsan ment, kicsi a test, sportos. És amikor kanyarodtunk vele, akkor így nagyon megdőlt. Szóval itt volt mellettünk a víz, úgy megdőlt. És ezt édesapám, így a rokonokat vittük át, és így visszafele így megfojtott a kormányt, és valahogy így neki csapott véletlenül a stégnek. De nem az ő hibájából, hanem vagy kicsúszott a hátulja, vagy nem tudom, és beleesett a vízbe. Na és körülötte meg forgott a hajó. De hát úgy, hogyha elengedi, akkor lehúzza teljesen a mélybe. És azt ott ordibáltam, bőgtem, sírtam, hogy apucikám, vigyázz magadra, gyere gyorsan onnan ki, és így azt láttam, hogy rám nézett, felhúzta magát, megnyomta az ájgombot, leállt a motor minden, és odaúszott hozzám, és hátogattuk egymást. És mondta, hogy csak te miattad. Tudom, mindenütt így van ez a nagyvilágon, ha egy kisgyerek megszületik. Mert a kisgyerek egyszer felnő, és talán sikerül, hogy a könnyeket nevetésé, a gyűlöletet szeretetté, és az ellenségeket barátokká változtassa. Úgy volt, hogy én hozzám újtam a pucihoz, és én azt mondtam, hogy most én mesélek, most én adhatlak el. És akkor mondtam neki az ő néne őszikéjét, és elaludt. Márfél olyan faluszén lakik az én öreg néne. Meleg szívű, dorgos derék, tőled tanulom ezt a mesét. Őszgidácska, sötés utam,
látjött az országútra, megbotlott egy gidőrt fába, eltörött a gida lába, panaszosan sírt szegény, arra barag öreg néne. Más lesz a föld, más lesz a világ, sírni sosem kell.